Fotók a Beregszászi Színház három nővér előadásából. A Kárpátaljai Magyar Társulat egy másik darabban a Pécsi harmadik színházban lép fel májusban. Ez egyfajta segítség is, hiszen pénzt kapnak a Beregszászi művészek. Három millió forintos összeg, ami ugye nem erre a produkcióra szólt, hanem a, nem élhetek szó nélkül, című produkciójukra, de hát ott aztán mindenféle személyi zűrzavarok vannak, és hát akkor mi nagyon nagy küzdelmet folytattunk azért, ugye az emmivel, a pályázati felügyeletekkel, hogy megváltoztathassuk azt a pályázati célt, ami most június 30-án utolsó határidőként lezárul, és így sikerült, hogy a Vigyánszki által Budapesten, úgy tudom, a Nemzeti Színházba rendezett, beregszásziakkal rendezett Petőfi művet, a helyiség kalapácsát bemutassák. Együtt pályáztak a harmadik színházzal erre a támogatásra. A teljes összeget, vagyis 3 millió forintot a kárpátaljai művészek kapják meg. Május 23-án 19, 24-én 15 és 19 órakor tűzik műsorukra a helyiség kalapácsát című produkciójukat. A Beregszászi Társulat a háború kitörésekor Vignyánszki Attila alapító főrendezőjük meghívására Budapestre érkezett. Azóta itt minden meghívás, előadás a megmaradásukat segíti. Vince János az elsők között kereste meg Vignyánszki Attilát azzal a felajánlással, hogy a kárpetajai társulatot meghívnák Pécsre játszani, így segítve őket nehéz és bizonytalan helyzetükben.